Dori Beke kérdezi, pár évvel ezelőtt VIP-ként mentem a Hypers-re, mert te voltál a fellépő, és mindenki téged vár. De a set felénél soha nem felejtem el, levonultál és abbahagytad, én totál kiborultam. Kérdésem, hogy mi volt ennek szoka, technikai problémák adottak, vagy csak marketing? Bár azt nem hinném, szóval erre lennék kíváncsi. Erre a kérdésre most én is kiborultam, mert ilyen még nem fordult elő velem, hogy abbahagytam volna egy bulit és levonultam volna. Olyan volt viszont a Hyperspace, amivel mindig én zártam, hogy jött a porondmester a szettem előtt 40 perccel és szólt, hogy hagyjam abba. Amikor megkérdeztem, hogy miért, annyi volt a válasz, hogy ebbe a pavilonba 9 vagy 10 körül kismamatorna kezdődik, és addig szeretnék kiüríteni. Kis István kérdezi, szia! Családod, párod hogy viseli azt, hogy gyakorlatilag fordított életet élsz? Éjjel melózó, stb. Stb. Illetve még mindig akkora erővel, elkesedéssel elszapult meg, mint mondjuk 20 éve. Jelenleg nincs kapcsolatom, így érdemre nem tudok nyilatkozni, de az biztos, hogy egy olyan társ, aki kellően megismer, átérzi, amit csinálsz, szereti, amit csinálsz, elfogadja, amit csinálsz, az egy főnyeremény lehet a DJ életében. Egyébként úgy gondolom, hogy a DJ-eskedés az egy magányos, farkas foglalkozás, a szó jó értelemben, hiszen amikor lemegyek egy buliba, akkor ott nem tudok másra koncentrálni, csak és kizárólag az ott történtekre a bulira, semmi másra. A lelkesedésről pedig, ami van adnivaló, addig minden buliból jó ott lenni, lelkesedni. Horváth Dávid kérdezi, mit üzensz azoknak, akik a nulláról akarnak eljutni oda, ahol te vagy? Mik az elsődleges szempontok? Én úgy gondolom, hogy nincsenek elsődleges szempontok, bárkiből, bármi neműből, bármi hajszem, bőrszínűből lehet bárki és bármi, nem ez a lényeg, nincs egyetlen szempont. Az egyén számít, amit te akarsz, amit ő akar legeslegből, amit el szeretne érni, és hogyha valaki nagyon el szeretne érni valamit, azt el is fogja érni. Még egy kérdés, hogyan állítasz össze mondjuk egy vagy két órás szettet, mi az, amire figyelsz, és a helyzet úgy adja, eltérsz az adott témától, vagy maradsz annál, ami van. Rengeteg zene van nálam, minden ott történik, spontán. Hammer Laci kérdezi, szia, érdekelne, hogy a Technohouse Classic Mix lemezőt annól, hogy előzítettétek. Live-ban vettétek fel, vagy többszörű felvétellel, hogy csak a tökéletes mix maradjon meg. Illetve Fajk Attila is hasonló kérdezett, Imi, imádom a klasszik albumodat, dedikáltad és őszintén írom, szeretném, ha egyszer velem temetnék el, olyan hatással volt ez a mély ízlésemre. Hogyan született az album, mivel keverted, honnan jöttek a számok, mit váltál tőle, amikor a kiadó került. A legelső dolog az volt, hogy kiválogattam a zenéket, mit szeretnék feltenni rá, és elkezdtem otthon összemixelgetni őket, és kialakult egy végső sorrend. Érdekes, hogy nagyon gyorsan meglett maga a mix, hogy miután mi jöjjön. Amikor ez meglett, akkor a zenékre bekértük az engedélyt. Egy-két kivétellel megkaptuk, egy nagyon picit módosítani kellett a mixen, de végül is a magja az megmaradt. Egy másik nagyon fontos szempont volt a zenéknek a minősége, hogy az legjobban szóljon. Így bekértük a zenéket a kiadóktól a stúdió minőségű tatkazettán. Egy-két zenét kellett csak bedigitalizálni, és amikor ez megvolt, akkor irány a stúdió, és ott géppel össze lett téve a mix. Egy-két trükk is belett már akkor a mixbe. Van egy-két vágás, van egy-két ismétlődés, mert így adta ki. Nekem ez nagyon fontos szempont volt, hogy nagyon jól szóljon. És a lehető legdurvábban szóljon ez majd a hifiken, vagy bárhol, ahol ez meg fog szólalni. Úgyhogy eltörekedtünk. Egy nagyon fontos kérdéshez értünk. Nagyon már régóta borzolja itt a szcéna idegeit, és hárman is megkérdezték. Kuli Imre például nem hiányzik a régi Bakelit lemezes feeling, hogy a zene akkor volt igazán kézzelfogható? Kovács Levente is kérdezi, mikor játszottál utoljára a régi Bakeliten, és fogsz-e még? Illetve egy harmadik kérdés, Andrew R. Master Sergeant. Szia Imi! Szeretném megkérdezni, hogy fogsz-e még Bakeliton játszani? Egyszerűen felejthetetlen számomra a 90-es évekbeli bulik, a klasszik lemezed, és fogsz-e még Bakeliton játszani? Így gyorsan a kérdésre azt válaszolom, hogy nem igazán, de soha nem lehet tudni. Amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, és a legfontosabb,
hogy a zene, a buli hangulat fölé nem tudom az eszközöket rendelni. Egyszerűen képtelen vagyok. Egyébként a közönség 90%-a a bulin jól akar érezni magát. És ebből is látszik, hogy ilyen szempontból nincs jelentősége, hogy ki mivel játszik. Mindenki játszon arról, amivel meg tud nyilvánulni, amit magáénak érez, amivel úgy gondolja, hogy sokkal több tud lenni, sokkal többet tud adni. Az lehet bármi. Akár bakelit is, bármi. És talán egy nagyon fontos üzenetem van, akik mindig ezekről a technikai dolgokról vitatkoznak, hogy a DJ-skedés a számomra nem a DJ pultban történik, hanem a táncparketten. Szuper kérdéshez értünk, amiről órákig lehetne beszélni. Bors Tibor, kérdésem a következő. Hogyan lehetséges elérni azt, hogy akkora, vagy legalább negyed annyi sikert elérjen az ember, mint te? Sajnos úgy gondolom, manapság minden a pénzről szól. Vagy a nagyok pattintják le magukról az ilyesmi embereket, valahol értető is, de azok a nagyok is elkezdték valahol. De ha valaki nem tehetős, viszont született tehetség, kisebb-nagyobb hibákkal, az útja mégiscsak a zeneipar. Mit lehet szerinted tenni? Hát ha valaki tudná a szuper titkos receptet, ami szerintem nincs, akkor több tízezer kákoksz rohangálna a világon. Én úgy gondolom, hogy ez egy út, és ha valaki tényleg tehetséges, akkor az meg fogja magát mutatni. Így ugye, és el fog érni csomó mindent. Én úgy gondolom, hogy ha valaki tehetséges, az még lehet, hogy önmagával kevés, de ha nagyon akarja és nagyon szeretné, akkor meg fogja találni azokat az utakat, azokat a módokat, lehetőségeket, amivel ki tudja a tehetségét teljessé tudja tenni ezt az egészet. A pénzre reagálva, én úgy gondolom, hogy a legmélyebben ez nem a pénzről szól. Persze az egész cénát, valahol pénz mozgatja. Ez fontos, hiszen nagyon-nagyon sok embernek, fellépőnek, producernek ez ad felületet, hogy megmutassam. Kelemen Csaba kérdezi. Szia, csak röviden. Mire vagy a legbüszkébb eddig karriered során? Talán akire legbüszkébb vagyok, az édesapám. Egészen amikor megőrültem már így nagyon az elején, onnantól kezdve teljesen hagyott elszállni, kiengedte a gyeplőt, és hagyott ebbe az egészbe érvényesülni szinte mindenben. És azt lehet mondani, hogy összes zseppénzemet engedte, hogy lemezekre költsem, pedig költettem volna másra is. Illetve a későbbiek során itt volt még a magazin, nagyon sok buli, nagyon sok olyan apró dolog, amivel ha csak egy picit is hozzátettünk a szcénához, de bármihez, vagy olyan jó dolgot csináltunk, amivel jó érzéseket tettünk másnak, erre büszke tudok lenni, és akikkel ezt végigcsináltam, és a mai napig végigcsinálom, akikkel együtt dolgozom. You don't need to go. Just let the beats flow. We're here with all the kids. And we're still dancing to the invisible beats.